Hello mindenkinek, egy újabb útmutató videót készítettem el nektek, ami persze a negyedik heti challenge-ek a Chapter 2-ből. Nagyon egyszerű challenge-ek, nincs is mitől félni, mielőtt nekikeznék, csak arra kérlek téged, hogy csapasz szét azt a like gombot és iratkozz fel a csatornára. Ha nem vagy feliratkozva, még mindig 40% azoknak, akik nézik ezt a videót, nincsenek feliratkozva a csatornára. Ha te abban a 40%-ban vagy, csapd meg azt a feliratkozás gombot, nagyon szépen köszönöm. Első challenge, Eliminations at Prison Park or Dirty Dogs. 3 kill kell szerezünk Prison Park vagy Dirty Dogs területén. Nagyon egyszerű challenge és nincs semmi tippem, hisz most már sokkal könnyebb teresteni ezeket a kill-es challenge-eket, mert bent vannak a botok is. Második challenge, Search Chest at Dirty Dogs or Salty Springs. 7 chestet kell keressünk és kinyissunk Dirty Dogs vagy Salty Springs közelében. Ez a challengehez ajánlom a Dirty Dogs-ot, egy kicsit nagyobb területen fekszik és több chestet is találsz. Ha magadban vagy ott, vagy max még egy személy, akkor is tudnád teresteni ezt a challenge-et egy meccs alatt. Harmadik challenge, deal damage with sniper rifles to opponents. 250 sebzést kell okozzunk az ellenségeknek sniper rifle segítségével. Ha sietsz a challenge-ek teljesményével és biztosra akarsz menni, akkor menjél Team Rumble-t, ott sikerülni fog 100% az első gameből. Ha meg nem sietsz a challenge-ek teljesményével, akkor simán normál gamebe is teljesítheted, csak lehet nem az első gamebe. Negyedik challenge, jump a motorboat to different flaming rings. Egy motorcsónakkal kell átmenjünk 3 különböző lángoló gyűrűkön. Hogy hol vannak ezek a lángoló gyűrűk, mutatom is a térképet. Ötödik challenge, deal any damage to opponents by shooting exploding gas pump. Damage-et kell okoznunk egy ellenségnek egy benzinkút felrobbanásával. Ajánlom a Team Rumble-t és mutatom a képet, hogy hol találhatók ezek a benzinkutak. Hatodik challenge, visit the boat launch, the coral cove and the flopper pond. 3 helyet kell újra meglátogassunk, nem akarok magyarázkodni, szóval mutatom egyből a képet. Hetedik challenge, deal damage to enemy structures with explosive weapons. 200 damage-et kell okozzunk az ellenség építésének. Legyen az fal, lépcső, bármi, amit az ellenség épített, csak egy robbantó fegyverrel. Lehet az például egy gránát vagy egy rocket launcher. Nyolcadik challenge, deal damage to opponents from above. 250 damage-et kell okozzunk olyan ellenségeknek, akik alattunk vannak. Nagyon egyszerű, ha felépítesz valahol a Team Rumble-ben, vagy akár egy hegyre felmászol és sniperrel lövöldözöl. Kilencedik challenge, land at Weeping Woods, Lazy Lake and Prison Park. Most nem csak meglátogatni kell ezeket a helyeket, hanem oda is landolni. 3 különböző hely, Weeping Woods, Lazy Lake és Prison Park. Team Rumble-t ajánlom, egy meccs alatt is teljesíteted ezt a challenge-et. Tizedik challenge, Explosive Weapons Eliminations. 2 ellenséget kell megöljünk explosív fegyverekkel. Gránát, rocket launcher példa. Egyszerű és ugyanúgy a Team Rumble-t ajánlom. És az utolsó challenge, a T betűt kell megkapjuk a játékban. Mutatom is a képet. Ennyi a negyedik heti challenge-ekről is, ha tetszett vagy úgy érzed, hogy segített, ne felejtsd dobni egy lájkot, én Norbert voltam és további szép napot kívánok mindenkinek!